Folytatjuk tovább a Fix Summert Piró Zsófi táncművésszel, akivel a táncbazárról beszélgetünk. Szia, köszöntelek a műsorban. Szia. Mi is ez a táncbazár tulajdonképpen? Mit kell róla tudni? A Nemzeti Táncszínház szervezésében régebben a Kármelita udvarban nyaranként megrendezésre került egy júniusi és egy július-augusztusi időszakban egy kéthetes táncfesztivál valójában, ami most a Kármelita udvarból az újonnan felújított Várkert bazásban fog idén először megrendezésre kerülni. Egészen addig, amíg majd az új Nemzeti Táncszínház megépül majd a jelenlegi Millenáris Teátrum helyén. És július 23-tól augusztus 2-ig fog tartani ez a fesztivál, ami nagyon különleges, színes és igazi nyárestékre való programokat kínál. Majd lesz mindenféle tánc, például indiai tánc, kortárs táncok, magyar néptánc, flamenco, aminek képviseletében ugye én is érkeztem, de ugyanígy argentin tangó, és az előadásoknak még az lesz a különlegessége, hogy minden előadás után a kedves közönségnek lehetősége adatik, hogy följöjjön a színpadra, és velünk együtt kipróbálja ezeket a bizonyos táncokat. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, de már meg is előztél, hogy akkor ott nem csak nézhetjük, de részesei is lehetünk ezeknek a táncoknak. Már megvan esetleg a koreográfia, hogy mit fogsz tanítani, vagy van egy konkrét cél, terv, vagy majd ami jön? Nem koreográfiát fognak tanulni, hanem belekóstolni lehet igazából ezekbe a táncokba. Alaplépéseket fogunk tanítani, kicsit improvizatívak is lesznek, hiszen igazából az ízét szeretnénk majd átadni ennek. Hogyha valaki esetleg kedvet kap, hogy ezzel komolyabban is foglalkozzon, vagy évközben órákra járjon, akkor már tudja, hogy mi az, ami őt érdekli. Azt mondjuk el, hogy te mióta foglalkozol a tánccal, a táncművészettel, flamenco táncolsz, ugye? Én nagyon kis korom óta táncolok, mivel édesanyám Lippai Andrea, ő is táncművész. Ő a Győri Balettnek volt magántáncosa nagyon sokáig, de sajnos egy lábsérülés következtében a balett pályafutása abba szakadt. Viszont amikor én érkeztem, akkor ő már a flamenco tánc világával foglalkozott, és azt mondhatjuk, hogy azok közé tartozik, azok közé, az emberek közé, akik elsőként hozták be ezt Magyarországra. Úgyhogy én ezzel a műfajjal így nagyon kiskorom óta megismerkedtem, de komolyabban 13 éves korom óta járok az órákra. És később viszont arra az elhatározásra jutottam, mikor megtudtam, hogy ezt mint szakma is lehet képviselni, hogy Spanyolországban, pontosabban Sevillában, egy táncművészeti konzervatóriumban, egy ottani táncművészeti főiskolán flamenco szakon egyedüli külföldiként végeztem 2 éve, és a diplomám egyébként most érkezett meg, mert várni kellett rá egy kicsit, ugyanis a királyi pecséttel és aláírással látják el a felsőfokú intézményekben végzetteknek a diplomáját Spanyolországba. Gratulálunk a diplomához. Köszönöm. És Magyarországon milyen kultúrája van a flamenco-nak? De nagyon szeretik, egyre többen jönnek órákra is, és érdeklődnek a műfaj iránt. Igazából a nehézsége az, hogy ez egy nehéz műfaj, tehát bármennyire szép, látványos, és hogyha valaki mondjuk elsőre úgy gondolja, hogy hú, azonnal mindent, azért erre fel kell készülni, és nagyon sokat kell gyakorolni, nagyon nagy ritmus és koordinációs készséget igényel, de megtérül az ára, úgyhogy én mindenkit buzdítani tudok, és igazából a környező országokban már egyre nagyobb flamenco élet van. Magyarország ez még egy picit egy ilyen kis lyuknak számít ilyen szempontból, hogy itt még nem annyira, de én bízom benne, hogy egy pár éven belül ide is eljut. Dolgozol a népszerűsítésén, fellépésekkel akár? Így van, és pont ilyen alkalmakra is nagyon jó szerintem az, hogy valaki úgy kipróbálhatja a táncot, mondjuk a táncbazár keretén belül is. Nekünk július 25-én és július 27-én lesznek az előadásaink. Egyébként Spanyolországból is érkezik hozzánk egy flamenco gitárművész, úgyhogy akár zenei füleknek is tudom ajánlani az előadásunkat, nem csak tánckedvelőknek. És azért nagyon jó lehetőség, mert egyszerre látja valaki azt is, hogy hova lehet esetlegesen eljutni, és utána ki is próbálhatja, és megérezheti azt, hogy mely az a folyamat, ami a színpadig vezet.
fellépések terén a magyar és külföldi fellépések között teszel különbséget, amikor fellépsz a színpadra, vagy mindegyiket ugyanúgy várod és kezeled, és ugyanúgy készülsz? Hát a közönség az mindenhol ugyanannyira tisztelendő, tehát ilyen szempontból abszolút nem teszünk különbséget. Olyan szempontból igen, mondjuk, hogy Spanyolországban nyilván sokkal értőbb szemek előtt táncol valaki, és ott ilyen szempontból egy más jellegű produkciót készítünk. A magyar közönségnek olyan csokrot válogattunk össze, amik igazából az elmúlt években létrehozott tánc színházi produkcióink, amik mind szinte történetmeséléssel foglalkoztak, azokból most részleteket válogattunk ki, és nem az annyira dramatikus, annyira fájdalmas jellegűeket, ami azért ugye a flamencóra szintén jellemző, hogy nem mindig vidámság van benne, hanem nagyon komoly érzelmeket is ki tudunk vele fejezni, viszont most erre a két nyári előadásra inkább a könnyedebb hangulatú, viccesebb számokat válogattuk ki, és de hát a színvonalban igazából egyáltalán nem lesz különbség, tehát a között nem teszünk különbséget, hogy most külföldön vagy Magyarországon lépünk föl, maximum csak ebbe. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és aki Zsófival szeretne találkozni, az látogasson el a Táncbazárba, ahol szuper programok várják.